Akciókat hirdet az egyik népszerű ruhákat árusító weboldal. Minden héten vannak ilyen kedvezmények, amiket e-mailben is kiküldenek az oldalon rendszeresen vásárlóknak. Kevesen gondolnak bele, mekkora munka és milyen szakértelem szükséges ehhez, csak úgy, mint az eladói szakmához. Többek között ezt sajátítják majd el a kereskedelmi és webáruházi technikusok a Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezrédi István Szakképző Iskolájában ősztől. Ebben az iskolában is, csak úgy, mint a többiben, teljesen átalakul a szakképzés és a képzési paletta is kibővül. Az igazgatónő azt mondja, továbbra is a kereskedelem köré épülnek az ösztöndíjat, piacképes tudást, szakmai gyakorlatot és továbbtanulási lehetőséget is biztosító képzések, de lesznek újdonságok is. Tolna megyében egyedül ebben az intézményben képeznek majd ősztől idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikusokat. Az iskolában az új szakok mellett megmaradnak a népszerű szakmai képzések, így például a közgazdasági ágazati képzés is, csak kibővült formában. Gazdálkodás menedzsment ágazatban hirdettünk meg szakirányt és képzést. A vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzésre volt nagyszámú igény a tanulók részéről, és tudjuk őket majd fogadni szeptembertől. A mostani időszakban az egyik legnépszerűbb logisztika szállítmányozás ágazat szintén ebben a tanévben is a népszerű választott ágazathoz tartozott. A technikumi osztályokban az első két évben ágazati alapozó oktatás történik majd, ami a 10. évfolyam végén egy ágazati alapvizsgával záródik. Akik ezután úgy döntenek, hogy nem akarnak többet tanulni, választhatják a duális képzést, és kimehetnek a cégekhez gyakorlatot szerezni. Tulajdonképpen egy sikeres alapvizsga után fogja majd a tanuló eldönteni, hogy melyik szakképesítést fogja választani az ágazaton belül. Akkor fog majd igazából a szakmai felkészítés elindulni, tehát a 11. évfolyamtól kezdődő 3 év lesz majd a legfontosabb a szakmai képzést illetően. A Bezrédi István Szakképző Iskolában jelenleg gőzerővel zajlik a felkészülés a megújuló szakképzési rendszerre. A tanári gárda a következő hetekben állítja össze szakmai programjaikat az új képzési kimeneteli követelmények alapján. Azt ígérik, szeptemberre megfelelő képzési programokkal és a kialakított helyi tantervi irányokkal tudják kezdeni az új tanévet.